Március első napjai, és már szinte kipattannak a rügyek a gyümölcsfákon. Ez a helyzet itt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol a vegetációs időszak ráadásul 8-10 nappal követi az ország déli-délnyugati táját. Az elmúlt bő két hétben már semmi jele nem volt a téli időjárásnak. Napközben a 20 Celsius fokot is megközelítette, vagy több esetben elérte a hőmérséklet. Fagypont alatti éjszaka pedig mindössze 1-2 volt február közepétől. Nagyon erősen elindult a fák életműködése, ami értelemszerűen azzal a kockázattal fenyeget, hogyha innentől kezdve jönnek például a tavalyihoz, vagy az azt megelőző évekhez hasonló márciusi, áprilisi, vagy netán májusi lehűlések, éjszakai fagyok, akkor azok akár komoly károkat is okozhatnak. Nyilván a korai kitavaszodással semmi gond nincs akkor, ha innentől kezdve a május közepéig datálható fagyveszélyes időszakban nem lesznek komoly lehűlések. Akkor nincs gond a korai tavaszodással. Ez mindössze annyit jelent, a mindössze az idézőjelbe téve, hogy minél hamarabb indul a fák életműködése, minél hamarabb következik be a virágzás, annál hosszabb időszakot töltenek a fák abban a fenológiai állapotban, ami a fagykockázatok szempontjából a legjelentősebb fagykár valószínűséggel terhet. Ez azt jelenti, hogy ha még zárt a rügy, akár a mínusz 10 fokos hőmérsékletet is tűri, amikor azonban már a fa valóban kivirágzott, vagy megjelent a kis gyümölcs, mínusz 1-2 fokos hideg is nagy kárt tud okozni. Éppen ezért nagy a kockázat, ha marad az enyhe idő, rövid időn belül virágba borulnak a fák. Az utóbbi évek tapasztalatai alapján ugyanakkor áprilisban törvényszerűen érkezik egy nagyobb fagy. Vannak olyan típusú fagyok, amelyek ellen az egyébként még leghatékonyabb fagyvédelmi technológiák sem segítenek. Ezek az úgynevezett szállított fagyok, amelyeknek az a jellemzője, hogy 10-15 km per óránál nagyobb légmozgással jönnek, és ilyen szélsebesség mellett sem a légkeverésre, sem a hőtermelésre alapozó fagyvédelmi technológiák nem hatékonyak. Tehát ha ilyen típusú fagy jön, akkor nem tudunk semmit tenni. És sajnos az előző évek tapasztalata azt mutatja, hogy pont ilyen típusú fagyokat kapunk, betör az északi sarkvidék felől egy nagy hideg légtömeg, az az első vagy a még a második nap jelentős légmozgással járva hoz nagyon hideg levegőt. Ha már akkor fagynak a virágok vagy a gyümölcsök, akkor tehetetlenek vagyunk. Apáti Ferenc hozzátette, a szélcsendes fagyok ellen már vannak olyan technológiák, amelyekkel egészen hatékonyan lehet csökkenteni a károkat, jelentős anyagi ráfordítással. Azt ugyanis általánosan ki lehet jelenteni, hogy a fagykár elleni védekezés kimondottan drága mulatság, így a károk mértéke a gyümölcstermesztők jelentős részénél továbbra is az időjárási viszonyoktól függ elsősorban.